A Fraxinus ornus, a manna kőr is, de ahogy a legtöbben ugye ismerjük, ugye a virágos kőr is, egy 6-10 méter magasságig megnövő kőr is fán. És hát most szeptember végén, október elején így néz ki, a fantasztikus sárgással színeződő lombozata adja igazából ugye ennek a fajnak az egyediségét, a díszítő értékét, ugye a habitusa, egy alapvetően egy nagyon szép lombos fáról van szó. Ha pontosan meg szeretnék különböztetni a többi kőristől, akkor ugye a kérge az ugye ilyen kis szürkés kérge van, szürkébe hajló kérge van, illetve amit a leginkább ugye meg kell figyelnünk, az ugye a gömbölyded barnás rügyek, tehát ugye a gömbölyded szürkés barnás, tehát inkább szürkés rügyek, tehát alapvetően azért aki már jártasságot szerez ugye a kőriseknél, az ugye meg tudja állapítani később ugye akár habitusról, akár ugye levélről, a terméseiről is, tehát igazából utcafásításra, útsorfának is, vagy itt, ahogy látjuk, itt ez egy intézményi kertnek a szélén van, ez a Fraxinus ornus, hát itt hozza gyakorlatilag a tankönyv szerinti méretet, tehát igazából, különösen, hogyha egy picikét itt távolabb megyünk tőle, akkor látjuk, hogy egy milyen fantasztikus díszítő értékkel rendelkező fa, amely igazából hát semmiféle különösebb gondozást nem igényel természetesen, akkor, amikor elültetjük, akkor minél nagyobb ültetőgödröt kell neki kialakítani, a tápanyagot, a szerves tárgyat, az természetesen meghálálja, sovány talajban is jól fejlődik, azonban ez is, mint a legtöbb olyan fánk, amiről elmondhatjuk, hogy alapvetően igénytelen és a sovány, rosszabb minőségű talajokat is elviseli, ez igaz, de azért azt látni kell, hogyha azt látnék, hogy igazán dinamikusan, szépen fejlődjön, ahhoz azért az kell, hogy például a nagyon asszályos nyarakon azért legalább mondjuk a városokban, vagy azokon a helyeken, ahol különösen nehezen jut hozzá a csapadékhoz, ott azért csapadék utánpótlásban részesítsük, tehát ott egész egyszerűen érdemes öntözni, mert meghálálja.